Egy partmenti sárba merült szürke marháról kaptak hírt a tiszajenői polgárőrök. A kisborjú inni szeretett volna, azonban a Tiszaparton az iszapos sár fogságába esett. Nagyon nehéz volt. Azért kellett segítséget kérnünk. Szóltam a polgárőrségnek, utána szóltunk a Jócs bácsinak, a polgármesternek, utána jöttek, lettünk többen is, úgy húztuk ki a sárból. A folyó úgynevezett itató részénél a kisállat úgy belesüllyedt az iszapos sárba, hogy csak a feje látszott ki, számolt be róla a polgárőr egyesület elnöke. A szürke marha szerencsésen túlélte az esetet, megvizsgálta persze állatorvos is, és kiderült, hogy szinte csodával határos módon nagyobb baj nélkül vészelte át a szerencsétlen esetet. Alapítványunk kuratóriumi tagja és a férje hajóztak lent a Tiszán, és ott Tiszajenő Tiszainak irányába, és Tiszajenő alatt látták meg ők, hogy a vízben ott van egy szerencsétlen szürke marha. Hívtak, engem is hívták a rendőrséget, tűzoltóságot, életveszélybe volt az állat természetesen, és riassza lett az egész Tiszajenő falva, vagy úgy mondjam, az egész falu, és aki élt és mozgott, az mindenki azon volt, hogy ezen az állaton segítsen, mivel sajnos a kihívott hatóság az nem tudott segíteni, és így kötélel kihúzták a szárazra. A környéken sok állatot legeltetnek, amennyire lehet, nyilván figyelnek rájuk, éjszakára pedig karámba hajtják, jegyezte meg a polgárőrök vezetője.